A 26. fordulóra szerint egy pontosra olvadt a tordas előnye, ebben a tudatban léptek pályára a miénk május 17-én, a 27. forduló hazai mérkőzésén Pázmánd ellenében. Akkor a teher azért nem nyomta a zöldfehéreket, hiszen az ellenfél egy lényegesen szerényebb képességű csapat hírében állt. Ennek megfelelően az első percektől nyomást gyakoroltunk rájuk, aminek eredményeként először a sérüléseiből nemrég felépült Sárdi a 26. percben, majd egy biztató kinizsi szabadrugás után Balaskó a 39. percben, és nem sokkal a félidő lefújása előtt Florián a 43. percben volt eredményes. Utóbbi gólhoz a Pázmán védelme is aktívan asszisztált. A második játékrész az előző mintájára folytatódott, ismét Sárdi nyitotta a sort, majd egy vendéggól következett a 66. percben német előadásában, 4-1. A miénk 6 perccel később Florián révén már reagáltak is, megszerezve a mérkőzés 5. hazai, a bajnokságban 100. hazai találatát. Slusszpoénként a végére a 76. percben Mágocs még gurított egyet oldalról, bár ezt a találatot inkább a 77-es számú vendégjátékosnak kell öngólként jegyezni. A lényeg, Ercsi Kinizsi Pázmánt 6-1. Senki sem mert volna nagyobb tétekben fogadni, még a megrőzött kinizsi szurkolók sem, hogy a Megye 2 Oszkár csoportjában a végelszámolást jelentő 30. fordulóhoz bajnoki esélyekkel jut el a csapat. Pedig így van, az ok pedig nem csak a miénk kiegyensúlyozott játékának köszönhető, hanem elsősorban annak, hogy az éllovas a listát sokáig veretlenül 8-10 ponttal vezető tordas a 26. fordulóra teljességgel elfáradt. Odahaza sikerült olyan vereségekbe belefutniuk, amik az ősszel még elképzelhetetlenek lettek volna. Így például a Pusztavám ellenében 2-0-ra, majd idegenben Iszka-Szentgyörgy ellen 7-0-ra kaptak ki. Azután Pákozd ellen egy 2-2-es X, legutóbb viszont 3, nem túl erős, szerény győzelem. Ami a lényeg, hogy az utolsó június 8-ai bajnoki döntőre szerény 3 pontra apadt az előnyük, és a kinizsi jobb gólkülönbségének köszönhetően egy esetleges vereséggel már a második helyre sorolták. Megfosztva magukat a bajnoki címtől. Az, hogy mi változhatott, legfeljebb csak találgathatjuk, az biztos, hogy Bakos és az időközben Martonvásárra igazolt Király mesterhármasai nagyon hiányoznak a tordasnak, de a rossz nyelvek szerint a csapat anyagileg is rossz helyzetbe került, és ez hatással is lehet a teljesítményekre. Nem kis tétje van tehát a hétvégi mérkőzésnek, ha teheti, kísérjék el a csapatot, és reményeink szerint akkor már a bajnok ifjén kívül a felnőtteket is ünnepelhetjük majd.